Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét, ahogy azt már megszokhatták ebben a műsorban. Igyekszünk érdekes embereket, emberi sorsokat, történeteket, vagy éppen kiállításokat bemutatni és közelebb hozni önökhöz, a fehérváriakhoz. A Barokk Mennyország című tárlattól már ejtettünk szót itt a Fehérvár Televízióban, ebben a műsorban még nem. Sok szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégeit, Smahé Andrást, az Egyházmegyei Múzeum igazgatóját, Nagy Veronikát és Kajhofer Kovács Gábort, a kiállítás kurátorait. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ugye ezt a kiállítást a Csók István képtárban még október folyamán látogathatják. Itt az ide látogatók, a székesfehérváriak, illetve az országból ide érkezők. A tárlatról azt tudható, hogy a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, valamint a Szent István Király Múzeum közös rendezésében valósul meg. Honnan jött az ötlet? Ez, amit többször föltettek meg nekünk kérdésként, baráti beszélgetéseknél és sajtó nyilvánosság előtt, és nem tudjuk a választ, ugyanis Gályhoffer Kovács Gáborral beszélgettünk tavaly évben, hogy arról a rengeteg információról, amit a Székesegyház felújítása kapcsán folytatott kutatások során összegyűjtöttünk, hogyan tudnánk a nagy közönséget tájékoztatni, és bevallom, hogy nem tudjuk, már nem emlékszünk, kinek az ötlete volt, hogy egy kiállítás formájában tudnánk ezt megtenni legkönnyebben, úgyhogy valamikor a tavalyi évben fogalmazódott meg az ötlet, hogy a műtárgyakat, illetve azt a rengeteg adatot, amivel rendelkezünk róluk, megosszuk a közönséggel egy kiállítás formájában. Mi volt a rendezési elv? Adottság volt, hogy a helyreállításra kerül a Székesegyház, tehát a restaurálásra kerülnek a műtárgyak, restaurálásra kerül a belső tér, és ezt megelőzően, ugye szerencsés módon, tulajdonképpen Magyarországon szinte egyedülállónak mondható, a székesfehérvári székesegyház abban a tekintetben, hogy milyen gondosan, milyen tervezett módon történik a helyreállítása a templomnak. Hosszú kutatás előzi meg ezt a munkát, ezt a beavatkozást, tehát az, hogy mit kell tenni a székesegyházzal, ez nagyon alapos, sok szakágra kiterjedő vizsgálat előzi meg, és most ennek a vizsgálatnak az eredményeit mutatjuk be ezen a kiállításon. Tehát ez ebben az értelemben is egy különleges dolog, mert másút esetleg eredményekről és egy végső dologról szólnak ezek a kiállítások általában. Itt kulisszatitkokat, tehát a kulisszák mögé lehet bepillantani, meg lehet ismerni a módszereket, ahogy zajlik egy ilyen folyamat, tehát a nyilvánosság előtt a közönség bevonásával zajlik ez is. Azért az emberek szeretik a kulisszatitkokat, meg szeretünk zárt ajtók mögé bekukkantani, ez az egész tárlat gyakorlatilag erről szól, nem? Igen. Pontosan, ezért is rendkívül izgalmas, és úgy halljuk, hogy látogatott is, és sok embert érdekel ez a kiállítás, hiszen azokat a tárgyakat, amiket azért valljuk be, a fehérváriak jó része már látott a bazilikában, ezeket most gyakorlatilag kéz közelbe hoztuk, tehát akár, ha nem is lehet hozzájuk érni, de nagyon közel lehet kerülni ezeket a tárgyakhoz, amik adott esetben 10x méter magasságban vannak, és hát gyakorlatilag a szakembereken kívül senki nem látta őket még test közelben, ennyire alaposan nem tudta megvizsgálni senki más. Tehát valójában azt a varázslatot tudtuk most itt ebben a kiállításban bemutatni, ami nagyon keveseknek a kiváltsága volt eddig. És hát gyakorlatilag, ahogy említetted is, hogy ugye test közelbe kerültek ezek a tárlatok, nekem rengetegszer jártam a Székesegyházban, és számos ilyen új jelen van, ami így feltűnt a kiállításon, mert valahogy elveszett ott a hatalmas térben. Egyrészt úgy gondolom, hogy valóban ez az egyik újdonsága, hogy azok a tárgyak, amikről talán nem is sejtette az ember, de még akár szakemberek sem, hogy több darabból állnak és elmozdíthatóak, ezeket most elmozdítottuk, és idehoztuk gyakorlatilag egy kiállító térbe. Tehát ez egyrészt biztos, hogy egy nagyon izgalmas dolog, másrészt pedig az az összeállítás, ahogyan most ezeket a tárgyakat egy új kontextusba helyeztük, azt bizonyította be, hogy ezek a műtárgyak, amikkel a Székesegyházat valaha díszítették, önmagukban is értékes és nagyon jó művészeti alkotások, amik megállják a helyüket egy ilyen új közegben is. Mi volt az emberek részéről a visszajelzés? Mi az, ami leginkább megfogta őket? Biztos, hogy eljutott hozzátok ilyen információ. Hát én hozzám az jutott el, ami azt hiszem, hogy
nagyjából a emberek 90%-át megdöbbenti, amikor a barokk fa szobroknak a hátulját megtekintik. Ugye most gyakorlatilag körbejárhatóak ezek az egyébként egy nézetre készült szobrok, és hát az emberek arcán lehet látni a döbbenetet, amikor meglátják a szobroknak a elnagyolt, kiforogott hátulját, ami gyakorlatilag nem látványra készült, tehát ezt sosem mutatták meg senkinek, és ez azt hiszem, hogy egy megdöbbentő hatás. Ezt próbáljuk magyarázni is, hogy kérdezik, hogy miért ilyenek hátulról. Hát ezek ki vannak könnyítve, hogy ki vannak vésve hátulról, tehát így nagyon furcsa, hogy hátulról látszanak. Mi igyekeztünk minden ilyen furcsaságot, váratlan dolgot elmagyarázni a kiállításban, a kis szövegekkel. Én is azt, ilyen visszajelzéseket kaptam, hogy ezek az izgalmas dolgok, amikor ilyen technikai vagy ilyen kulissza titkokról mesélünk, illetve az, hogy sok tárgy van jó értelemben, nagyon sok. Tényleg igyekeztünk minden tárgyat, amikor Andrással megpróbáltunk válogatni, hogy mely tárgyak jöjjenek, mi maradjon, akkor az volt a célunk, hogy mindent lehetőség szerint, a nehezen mozdíthatókat is, ezért kellett állványokat építeni, nagyon nehéz volt leemelni ezeket a tárgyakat, de egyrészt az, hogy Püspök úr megengedte, hogy bármit elvihetünk, másrészt, hogy a Szent István Király Múzeum pedig elég helyet biztosított erre, ezt meg tudtuk valósítani, hogy tényleg minden, szinte mindent elhoztunk, amit csak szerettünk volna, és még más tárgyakkal is kiegészítettük az Egyházmegyei Múzeumból, a Püspöki Kincstárból, és még a Szent István Király Múzeumból, illetve az Egyházmegyei Levéltárból is érkezett tárgy, hogy egy komplex egészként mutathassuk be a Székesegyház történetét. Sőt, hozzáteszem, hogy Püspök atya engedélyezte azt is, hogy a Székesegyház kincstárából, a páncélszekrényből is olyan tárgyakat tudunk bemutatni, amik egyébként soha senki nem látott. Tehát közvetlenül a páncélszekrényből kerültek a vitrínbe, a kiállító vitrínbe tárgyak. Érdekesség esetleg, ami eljutott? Hát csak kiegészíteném ezt, hogy a barokk templom tér ez tulajdonképpen olyan, mint egy ilyen szimfonikus zenemű, tehát összhatásában úgy ismerjük ezt az erőt, ezt a művészi erőt, amit képvisel. Itt most szólóznak a hangszerek, tehát mindegyik önállóan megfigyelhető, megcsodálható. Tehát egy más szempont, ami majd, hogyha újra együtt összeáll ez a kompozíció, most már ugye értjük, és egy kicsit a működését, és újra ez egységbe bemutatásra kerül, visszakerül a Székesegyházba, akkor szerintem más szemmel, értő szemmel, tehát az új felfedezés lehetőségével tudunk belépni a Székesegyházba ezután a kiállítás után. Akkor kvázi az is egyfajta új kiállítás, látogatás lesz, hogyha lehet így fogalmaznom, igen, amikor majd a megújult belső térbe belépünk. Ezt szeretnénk. Igen. Biztos, hogy egészen más élmény lesz, hiszen a freskók is meg fognak újulni addigra. Nagyon lényeges elemei a Székesegyháznak a falképek, amiket itt mindenféle ügyes technikával és modern eszközökkel igyekeztünk azért bemutatni, bár a kiállításnak ez nem tud a fő témája lenni, a hozzátartozik azonban az egységes képhez. A válogatás, említette ugye Gábor, a válogatás, tehát azt gondolom, hogy nem volt kis feladat, hogy eldönteni, hogy nyilván minél több minden közel kerüljön. Igen, valójában nem is a döntés volt nehéz, mert pont Gábor kb. Egy éves munkája volt a Székesegyház teljes értékleltára, ami 961 tételből álló hosszú lista, amiben szerepel minden, gyakorlatilag az utolsó szögig felmértük a Székesegyházat. De tudtuk, hogy mi az, amit ki szeretnénk állítani, viszont azt nem tudtuk, hogy ezeket hogyan lehet elhozni, hogyan lehet a helyükről leemelni, és utána installálni. Tehát én az igazi kihívást, és bevallom, rendkívül módon izgultunk is, hogy egyáltalán a tárgyak, annak ellenére, hogy a felületüket meg tudtuk vizsgálni, restaurátorok kutatták, nagyjából tudtuk, hogy milyen állapotra számíthatunk, de hát értek azért meglepetések is minket menet közben, hiszen például az oltárok oromzatán, tehát az ablakok alatt lévő díszekről nem tudtuk, hogy például hogyan vannak rögzítve a keretre, hány darabból állnak ezek a nagyon szép, sokszor figurális vagy ornamentális díszek. Tehát ilyen értelemben volt bennünk egy kis félsz, hogy amit megálmodtunk és szerettünk volna megvalósítani, azt hogyan tudjuk elkészíteni, és nagyon kiváló szakemberekkel, restaurátorokkal is
a termozatás végző szakemberekkel dolgoztunk együtt, akik rendkívül lelkesen és alaposan végezték a munkájukat, úgyhogy ha akadt is olyan tárgy, amit esetleg nem tudtunk úgy, ahogy szerettük volna áthozni a Székesegyházból, megoldottuk ezeket a kérdéseket, úgyhogy a látogatók talán, ha beérnek a térbe, akkor nem is gondolják, hogy itt egyes műtárgyak, amik ki vannak állítva, akár 50-100-200 kilós fa tárgyak, amiket bizony meg kellett oldani, hogy felrettessünk a kiállító térbe is több méter magasba. Tehát igazából ezek voltak a kihívások. Nekem például olyan visszajelzések is érkeztek a kiállítás kapcsán, nyilván ez a testközeliség, meg hogy mennyire jó, hogy valóban ilyen érdekes kontextusba helyeztétek a tárgyakat, de az is mindenhonnan kvázi ilyen megerősítés volt, hogy nagyon jó, hogy a 21. századot ötvöztétek a 250 éves bazilikának a történetével. Ez nyilván cél volt. Talán éppen ez az eszköz, vagy a bemutatásnak ez a módja, ami egy kicsit ismerőssé tudja tenni az esetleg talán idegennek tűnő barokk művészetet. Az az intenzitás, ahogy ez a templom, tehát a 18. század derekán az akkor újjáépülő, tehát a török hódoltság után lassacskán újjáépülő városban olyan pompás, intenzív, vizuális élményt jelentett, amit úgy tudunk igazán érzékeltetni, hogyha ezekhez az eszközökhöz nyúlunk, tehát az óriás felületeken a vetített képek, illetve a videomapping, ami a kiállításban látható, ez körülbelül ismerőssé teheti azt az érzést, amit érezhetett az a hívő, aki a 18. század derekán belépett a templomtérbe. Sőt, még ezt szeretnénk fokozni, igaz, hogy nem a kiállítótérben egyelőre, hanem az a célunk, hogy az a rengeteg információ, amit a kutatás során, illetve a kiállításra készülve, majd a felújítás során nyerünk a műtárgyakról, a Székesegyház épületéről, ezeket majd ott a bazilikában egy mobil applikáció segítségével meg tudjunk osztani a látogatókkal. Tehát az a sok kép, videó, hanganyag, diagramok és különböző vizsgálati eredmények, amik most készültek, illetve fognak készülni nem sokára, ezeket szeretnénk elérhetővé tenni turisztikai céllal. Hogyha már a turisztikai célnál tartunk meg, hogy elérhetővé tenni, azért a kiállításon belül is van egy számos olyan történet vagy adat, ami azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ismert volt a fehérváriak számára. Én úgy gondolom, hogy ennek a legjobb tudója Gábor, aki nagyon izgalmas történeteket tárt föl a kutatás során. Hát igen, és ezeket most kár is lenne lelőni, de valóban de azért egy kis ízelítő. A plébánia templom építése, hogy hogyan szánták el magukat a fehérváriak, Buffler Gáspár jezsuita prédikációja, aki a szószéken megostorozta magát, vezekelve a város bűnéért, amiért még mindig nem építettek maguknak plébánia templomot Isten dicsőségére, hogy egy szegény asszony dobja be az első garast abba a persejbe, amiből majd fölépül a plébánia templom. Ez egy olyan történet, ami nagyon kevés magyarországi templomnak van ennyire szép kezdő története. Aztán Mária Terézia, a királynő, ahogy fölteszi a koronát erre az épületre, ahogy püspökséget alapít Székesfehérváron, ez mind-mind olyan történtek, amiknek az eredményeit a székesfehérváriak biztosan nagyon jól ismerik, de ezeket a személyeket, ezeket az apró figurákat talán most majd közelebbről megismerhetik a kiállítás kapcsán. Ezek a titkok és rejtélyek? A titkok és rejtélyek például a művészettörténeti kutatás során Johann Ignaz Cimbál, a mellékoltárok festője és a freskók festője is, neki a titokzatos sok helyen az országban és külföldön is készített munkáin elhelyezett szignója, amit most sikerült megfejteni, pontosan a fehérvári székesegyház sekrestje freskójának kapcsán, hogy ez egy Szent Háromság szimbólum tulajdonképpen, amit az ő szignójának gondoltunk, tehát egy nagyon mély vallásos gondolat van emögött. Ilyesmik azok a titkok, amiket most itt megismerhetnek.
Tehát a kiállítást bejárva a barokk titkos, titokzatos képnyelvében bonyolult szimbólum rendszeréből is kaphatunk egy kis kóstolatot, megtudhatjuk, hogy mit jelképp ez a villámló, lilion, például, ami hát talán szokatlan lehet. Egyáltalán arra, ez a Szent Imre oltárképnek egy részlete, és egy nagyon bonyolult, egy allegorikus kompozíciónak az egyik eleme. Arra invitáljuk a látogatót, hogy egy játék segítségével egy kicsit merüljön bele ebbe a képnyelvbe, és próbálja meg megismerni ezeket a képeket, amik elsőre ijesztőnek tűnnek, hogy egy sokkal lakos, most már ugye az idők során besötétedett olajképek, mit rejtenek, milyen drámai történetek, milyen különleges történeteket rejtenek magukban. Ennek a felfedezése szerintem valódi élmény, aki veszi az energiát. Hát ez egy szimbólumfejtés, azt hiszem, hogy ez megint egy ilyen nagyon korszerű dolog, úgymond, hogy mi is szimbólumokat használunk, képek között élünk, ikonokat használunk szinte az élet minden területén. Az, hogy ez a 18. században is így volt, hogy egy-egy motívum, egy lilium, egy villám, egy nyíl, egy bármilyen virág, vagy akármi bonyolult jelentést hordoz, attól a kontextustól függően, hogy hol van elhelyezve, mást is jelenthet. Ezek azok a rejtélyek, amiket itt szeretnénk elmagyarázni a látogatóknak, és a kezükbe is adjuk egy játék, egy szimbólumfejtő játék formájában. És az az érdekesség, hogy pont nem is olyan régen Győr Attilával beszélgettünk, hogy is ezt élvezik. A gyerekek is nagyon élvezik, mert ott a múzeumi kiállító térben másfél órákat képesek eltölteni, ami én azt gondolom, hogy szerintem ez egy fantasztikus eredmény, hogy iskolás vagy középiskolás gyerekek másfél órát egy kiállító térben eltöltenek úgy, hogy jól érzik magukat, és közben tanulnak is. És a felnőttek is egyébként a Turinfon segítségével volt lehetőségem, hogy a fehérvári idegenvezetőket vezessem a tárlatba, és amikor megmutattam nekik ezt a játékot, akkor előjött a felnőttekből is a bennük rejlő gyermek, és nagyon szívesen játszották végig, úgyhogy én csak biztatom a felnőtteket, hogy vegyék azt a ceruzát és papírt, amiben ki van téve a kiállításba, és játsszák végig ezt a szimbólumfejtő játékot, és vigyék hozzánk. Hogyan tovább? Ugye most még látogatható néhány hétig a kiállítás, úgyhogy itt is búzdítanám a fehérváriakat, hogy ha még nem látták, akkor menjenek el és nézzék meg, mert szerintem ez egy ilyen különleges alkalom. De mi lesz a folytatásban? A folytatás az ilyen szempontból most nem lesz annyira látványos. 2022-ig ezek a tárgyak nem lesznek láthatóak a nagy közönség számára, úgyhogy ezért is érdemes most valóban ezt a néhány hetet kihasználni, ha valaki még nem látta a kiállítást, vagy esetleg a ismerősei nem látták, akkor tényleg kérek mindenkit, hogy most nézzék meg, mert 2022-ig ezek a tárgyak restaurátorok műhelyében lesznek, és nem, tehát tárgyi műholtukban nem lesznek láthatóak. Készülünk arra egyébként, hogy a Székesegyház teljes belső felújítását folyamatosan a nagy közönség számára elérhető eszközeinkkel bemutassuk, tehát az Egyházmegye weboldalán fogunk majd folyamatosan képeket, szövegeket feltenni a felújításra, illetve természetesen a sajtón keresztül is szeretnénk a belső felújítás folyamatát bemutatni. Tervezünk majd az állványokon bejárásokat, tehát nem lesz teljesen kivéve a város életéből a Székesegyház, de a hétköznapokból, mindennapokból viszont tényleg most már el fog tűnni, mert hogy munkaterületté válik, úgyhogy 4 évig türelmet kérünk mindenkitől, és utána, ahogy beszéltünk is róla, egy megújult, egészen fantasztikus látvánnyal várjuk majd a érdeklődőket, a híveket a Székesegyházba. Folytatódik azért a háttérben majd a kutató munka nyilván? Igen, tehát sőt? Nagyon is folytatódik, igen. Ugye az eddigi kutatásnak az volt a célja, hogy a helyreállítást megtervezzük. Ez megtörtént, tudjuk, hogy nagyjából mivel mit szeretnénk, de a tárgyak valójában a legtöbbet majd a helyreállítás során fognak magukról elmondani, és ezt egy számítógépes program segítségével összegyűjtjük, és ezt a rengeteg információt, ami a felújítás során a birtokunkba kerül, majd ezt egy, ahogy említettem, egy turisztikai célú applikáció segítségével a helyszínen át szeretnénk adni a
érdeklődőknek, úgyhogy igyekszünk semmit sem elrejteni, csak szépen adagolva átadni majd a felújításról. Számotokra ezzel véget ért a bazilika története, vagy lesz még vele bőven munka? Most kezdődik. Most kezdődik igazán? Reméljük, hogy majd ha beállványozzák a freskókat, akkor mi is fölmehetünk az állványnak, közelről megnézhetjük. Így részesei leszünk a restaurálási munkáknak a szobroknál és az olajképeknél is, mert hát eddig úgymond vizsgáltuk a beteget, összeállítottuk a kórtörténetét, elkészítettük a terápiás tervet, de az operációra most kerül majd sor, és ott lesznek az igazán komoly és igazán érdekes dolgok. Biztos, hogy sok újdonságot tartogatnak még nekünk ezek a tárgyak. Veronika? Öröm mindenképpen részesülni egy olyan folyamatnak, amihez az egyházmegye gondossága révén tényleg példaértékű helyreállítás, és hát a város támogatásával pedig egy kiállítás formájában ez bemutathatóvá vált, ez szeretetetlen lesz mindenképpen számomra is. És hát még egy gondolt eszembe jutott, hogy mindenképpen érdemes a fehérváriak számára közé tenni. Egy régészeti feltárás folyik most éppen a Székesegyházban. A belső térben, igen, ugye? Pontosan, és ez hamarosan véget ér, mert ennyi idő állt rendelkezésre, és ugye elkezdődik majd a belső munka. De úgy tudom, hogy a Szent István Király Múzeum tervezi ennek az eredményeinek a közzétételét, és hát természetesen az egyházmegye mindenben partner a városnak, a Szent István Király Múzeumnak, úgyhogy hamarosan fog majd jelentkezni részletekkel, hogy a régészeti feltárás eredményét hogyan lehet majd megismerni minden székesfehérvárjuk. Köszönöm szépen, kíváncsiak leszünk arra is. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Köszönjük a lehetőséget. Nézőinknek pedig felhívnám a figyelmüket akkor tehát arra, hogy még amíg megtehetik októberben, látogassanak el a kiállításra. Lesznek egyébként még tárlatvezetések is a Csók István képtárban. Erről folyamatosan tájékozódhatnak a különböző internetes oldalokon, vagy akár a városi honlapon is az esemény naptárban, hogy mikor vannak ezek az alkalmak. Hogyha kíváncsiak még több érdekességre a bazilikával kapcsolatban, akkor a Fehérvár Televízió filmje megtalálható a Média Centrum YouTube csatornáján, Bazilika 250 címmel. Én megköszönöm, hogy itt voltak velünk fehérvári beszélgetésekkel, természetesen holnap is számítunk majd a figyelmükre, viszontlátásra!